Egy nagyon kiegyenlített meccs volt. Így van, és azt mondom, hogy láttuk már egy fentát, és mindenki boldogan megy már azzal, hogy egyszerűen vége van. Mindenképpen azt hiszem, hogy ez kiegyenlített meccs, hogy pont ez a varázsban két ilyen veretlen csapat jön, hogy két perc alatt tud fordulni minden. Igen. Tényleg egyre egy hiba. Tehát, hogy volt négy másodja, nem volt lényeg, két játékossal, azt kihasználták, az inhibitor betölt, hazamentek és akkor rongyolás minden, és elkapta ez a megfelelő fájdalmat kilakítva mindenképpen két percet. Igen, teljesen meglepő volt, hogy ők vesztették el az inhibitort, azt hittük, hogy most ebből valami jó lesz, és elvitték Barant, és akkor abban a buff, minek köszönhették ezt az utolsó csatában ezt a pentakillt? A pentakill az egy olyan dolog, amikor valaki megszerző double triple kill, akkor mindegy, akkor teljesen pihenő össze meg. Megyünk a kvadrán és a pentára, nincs megállás. Tehát alapvetően én ismerem, mert én is ezt a és triple, és akkor lehet a kvadrán a penta, tehát mindenképpen megyünk tovább. Alapvetően az első hiba Renato fókusz volt. Renatónak kijött a fókusz, Malzárót is rajta ment, rajta volt, már fél HP alatt volt Renato, és nem kifele flash-elt, hanem defele fight-nak. És rajta volt mindig a fókusz, és ugye a tank még mindig nem halt meg, és maximális, hogy mindenképpen a kerék és az apikeri adért tudott maximálisan játszani tovább, és jelent a mi mindig nem halt meg. Végén a Garden Ninja leesetni róla, addig már abszolút hátulról Jinx totálisan mindenki szétlőtt, de a fókuszálása volt a végén, volt rá nem baja, pedig az első szép mozdulatokat ők csinálták meg. Igen. Csak a szépen. Így van, így van. Látunk, hogy 3-4 nagy ilyen csapat összecsapás volt legalább a meccs alatt, ha nem több. Nem is tudtam számolni. És tényleg azt szerintem, hogy beszéltünk a karakterválasztásnál, hogy vannak olyan karakterek, akik kicsit lemaradnak, nem annyira erősek, ahogy elhúzódik a játék. Ez szerinted megjelent most? A Lee Sin játéka, főleg az elején ugye sokat jelentene, mert annyira nem volt túl sok ilyen Lee-től. Látunk róla sok Lee Sin-eket, mert azt nagyon sokat nem láttam sajnos. Nem volt túlságos, ugye azok a pick mindenképpen, hogy akkor early nem próbálja megszorongatni majd a játékosokat, de nem sikerült annyira az elég az a bizonyos Lee-szín early játéka, ettől függetlenül. Ugye én azt mondom, hogy az early karakter. És hát azt hiszem, hogy a Lee-színét nyertek, ami nem igaz. Mondhatunk általános dolgokat, de olyan szép varázsán nem játék, mert hogy tényleg egy-két perc alatt minden fordul. Igen. És szerintem milyen lesz a következő, hogy mennyiben változás a karakter stratégiák? Körülbelül 10 játékos, hogy ezt fogom látni, totálisan ráfeszülnek, és ugyanaz a meccs. Én ezt várom meg, ugyanaz a meccset. Karakterválasztásban szerinted? Én úgy gondolom, hogy Jinx nem fog játszani. Szóval a szegény Ambrose-nak mindenképpen el kell búcsúzni a Jinx-től, úgy érzem, hogy fog tudni vele játszani. Nem hiszem, hogy engedni fogja, mert Jinx nagyon erős volt. Twitch is lehet. A két aldi kerének a lehetősége, hogy ki lesz mondani, hogy elképzelhető. De a Lee Sin játékban is akár van a ható kategória mindig az early miatt, de nem mindig, hogy ő kiemelkedően jól játszott. Itt mindenképpen az ingézseket nézve nem tudom megmondani. Hát ugye ez a tapasztalat alapján a két csapat látja, hogy nagyon elhúzódik és nagyon kiegyenlített. Én vagy azt mondanám akkor, hogy számítsunk arra, hogy ez megint egy elhúzódó hosszú játék lesz. Mert nem mindig, hogy bárki érzi magában akkor a fölényt, hogy egy hirtelen elsöpéssel akarná ezek után az ellenfelé. Esetleg az RNC még megengedett magának egy vereséget, ilyenkor StarCraft-ban például van nyolvahozó tapasztalatom, az van, hogy egy játékos azt mondja, hogy most még vesztetek, megpróbálok egy nagyon gyors nyerést. Nem tudom, hogy... De nem értem, ez annyira kiegyenlített volt, hogy nem hinném, hogy bevállalná ezt az RNC-t. Nem hinném, hogy az RNC is azt mondhatná, hogy a következő az ízé, bőrsor lehozódik, pak, nem. Nem pedig megcsinálom, hogy egy-egynél, mert olyan szinten annyira mentális mindenki csapat nyerni szeretne már, és annyira feszültek lesznek, hogy akár első kontaktus is kialakulhat. Ez a meccs közben is volt egyszer-kétszer egy-két ilyen szavas valami rákörben. Ha a játékosaink megvannak, mehetünk akkor? Mennénk, jó? Elvileg közben meg vagyunk, szóval kezdődik meg ez a meccset. Jó, hát akkor... Játékosok maradtak előbbire, de függetlenül mindig a színek változtak. Igen, a színeket megváltoztattuk. És akkor kérnék ki az, aki a Mortalitynek drukkol, egy nagy takra neki. És ki az, aki az RLC-nek drukkol, hogy 2-0-ra gyorsan megnyeri. Elvileg tényleg mindenki készen van. Igen.
szerintem a két csapat pont a tizet. Hogy az előző világ kérdő, köszönjük szépen, és a Ferenc Szépes azt mondaná, hogy jöjjön nekem is nyerni, de volt egy tizet, hogy nekem az öt játékosat nem kell. De alapvetően három választ meg kell osztani, de vannak alapok is, amely a kicsikét blokkák arra tettünk, hogy mindenképpen mostanság távozni kell a játékból, hogy mindenképpen az új pecsen játszunk. De alapvetően valamiért, hogy mondjuk a játékosok valamennyire ismerik azért egymást. És azért, hogyha neked is mondjuk valamelyik játékot, neked szép karakter, tehát a Jinx is olyan szép karakter, neked szép a Jinx, és mindig sokat játszol, és mondjam, jól játszol, de akkor egy ilyen meccsen ki fogják bankolni, és hát közben egy Timo Pinkel megint trollkodik, már picikét jön a rájátkodik, és megint csak lehet, az lehet, nincsen Timo, nincsen bomba, és nincsen igazán a rögés. Itt a Timo rögés, és igazából Timo-ról sokat beszéltünk, hogy alapvetően nagyon idegesítő karakter. És mondhatni azt, hogy amikor rohangál a táján, de lehet egy plusz ability power-ért, passzív skill-ért, a globál taut, mindenki be akar ölni. így van, azt hiszem. Eddig egy olyan ugyanazt láttuk, mint az előtteknél. Igen, aztán maximálisan elektron a szert szeretne tenni, ismerni a Ferenci csapata, jelen például az Ferenciba kék színen játszani, nyilván szerintem pedig volt a régi, helyet cserél, nem cseréltek, ugyanúgy fognak itt is feszülni, ott is feszülni, és a színek változtak. Viszont az előfizetők nem, azok nem, semmi. Nagyon kiegyenlített ez. És ha csak az említett pszichológiai faktor, nem tudom változtatni, hogy itt... Ezen van egy szidrák, láttam egy, aztán láttam egy szidrát, és láttam egy kémit is. Kémi majd itt lesznek, hogy mindenképpen köszönjön nekem, mert nagyon szép volt. De nagyon jó koszpélyek voltak, ma egész nap igányban fogok találkozni velük. Igen, szerencsére a lelkes rajongók előszeretettek cosplayezni, és a kedvenc szerintem. Mennyi két kéz van, hogy ilyen cosplayezni? Nem sok, nem kevés idő, nem kevés idő, így van. No, hát fantasztik el hozzá. Közben két előtt egy ezrőső lesztő, és nincsen Twitch-e. Ugye vannak, hogy lementek, volt egy lévő, Zix, Eri, Bukong, Actor és Kisanda. Mennyiben lesz ez más? Hát jelen pillanatban, hogy elhozta Jax-et, mindenképpen mondhatnám azt, hogy elgondolkodható, és most fogom a fejemet, hogy mi lesz. De szintén érkezik elég valószínűleg mindre, ami lesz a számkor jelen pillanatban a két csapatnak. Ugye most az Erencében a két csapatban, és ugye hát a Jax pick, valamelyik el fog junglerezni, a Jax fog rájött, hogy elég valószínű, hogy Jax fog junglerezni. Én egy kicsikét meglepő picknek tartom. Ettől függetlenül a másik volat szintén jön a máj junglerük, az a Zoxin nagyon jól dönti, nem jutott el azt el, és jelen pillanatban is már egy óriási kincs lehetőséget bírnék inni, és mindenképp masszívan erős a jungle-es. Ezért az ő elkerülése, az ő lehetősége, az ő játéka nagyon sokat tud segíteni a csapatban. Nem függetlenül, ha látod, akkor be van minden az el, és ő meg van a kinek. Itt eredszerűen visszatra, hogy a kilet valahol jön a következő pick, ez az, hogy ugye viszont a hátnak hogy játszik a lát, jelen pillanatban szekrétű kilet, akkor nem kell viszontra, jöhetem, hogy a szintra. A target bandok, játékosokra, azok bármilyen érkezhetnek, és itt ismerik már ezzel egymást. Igen, egyszerűen akartam kérdezni, mert mennyire ismeri egymást a csapat két csapatban össze, nem kerültek az elődöntők során. Azt mondja, nem hiszem, hogy három hajnalban voltak, mint én az érettségére alkohol, de hogy melyik játékos mivel játszik, hogy biztos, hogy fölkészültek egymást. Mindenki fölkészülni, mert vannak olyan játékosok, nemesen játékosok és külföldes, akik ott, hogy valamelyik karakter elhozzak, akkor igazából be is mehetnek az infodról, mert is fogok kapni. Tehát van már erős karakter, hogy mindenképpen az emberek ezt jobban hozzáírni. Jelen között a tíz karakter az meg, ami változásban az előző meccshez képest, hogy látom, hogy Jax érkezik majd Jungle-vel, ez a Jinx az megmaradt. Tehát én egy, a Jinx mellette után azt mertem volna mondani, hogy lesz egy Jinx van, tehát nincsen Jinx van, szóval reménykedni még egy tök távol. Másik oldalon pedig ugye itt volt egy kis cserebelem, illetve a Jungle-ben. Jelen pillanatban nem volt vannalva sem tudva, sem Lee Sin, mégsem hozták el Lee Sin, érkezik el, tehát Jax, Blaze Lightning-tól, valami különösen ezek már, igazából a piros csapatnál, most még Mortality-nél, Morgana support az megmaradt. Az megmaradt, nagyon sokat jelentett, az elején volt, de nagyon megmaradás nem, viszont egyszer átszunk level 3-as útból, nagyon oda volt maradott brutálisan, és alapján nagyon sokat számított. De ettől a Lightning-jai, az ultiai szintén tudnak annyit számítani, hogy maximum erősítik így jelennek ezért Morgana. A másik látása pedig Olaf, ők ezek ugye föl topra.
Szegény rektorral szemben, őket a külügyének köszönhetően, azt hiszem a rektornak fog fájni majd a Viking úr mindenképpen, és Söresz pedig azt mondta, hogy most úgy nézni, hogy nem tudom, hogy nem igazából nem vannak ki, és ezért le fog jönni. Azt, hogy kockára ez, hogy lesz, ahogy nem, de nagyon jó kérdés. No, tulajdonképpen egy izgalmas második mesnek nézünk elében. Igen, az a bizonyos másfél perc, ami ilyenkor még meg kell igen, a játékos, ugye már elkezdték a játék elejét, mi ugye várunk itt az idő eltalálásra. Igen, egy perc, 10 másodperc van a töltő volt, még ugye mindenki már föl lehet lőni a számára szpelek választásán. Jelentő pontalma megint csak az Ignát hozza a rendőnyára, ugye olyan, hogy egyszer olyan, hogy megjöttek a dobban, amikor az Ignát ez csak jött, az a Dimitri az fáj, az Ignát is mindenki a fáj, és kellene, volt, megint lesz nála Ignát, és olyan, hogy egy most nem lesz telefon. Hol adta, hogy a szemben egy jövő? Hát igen, lehet, hogy akkor ez egy merészhúzás volt. Merészhúzás volt. Még tudom, hogy sem tudtam megmenteni az Ignite-tól. Hát az Ignite-tól sem, hogy végig abszolút kétlen a Pörz. Nehéz Ignite ellen játszani. Viszont mondom, most sem már tudom, hogy hát teljes például váltanak el a passzív játékra. Ignite nem kell játszom, más mondom, felakul, felfarul, és majd lejövök, hogy fájt a jövő romlásra. No, hát fél, lehet, és akkor becsatlakozunk. Így van. Szinte már egy hírjel, ugye, Malzának Ignite-ja, tehát egy-egy Ignite-ja végül is a két csapatnál Sanders-Bernek beválasztva. Minden próbál Malzával beszélni. Igazából neked őrszem meg arra, hogy is egy Ignite-ja még be is fejezze valakit. Viszont összekült egy időt, mert hogy hát Malzának fog már, hogy hívja az jobb összmenek. Hát lássuk akkor, hogy mi történik. Kezdődik a második játék. Szépen csodálkozni és szépségi nézze kinek milyen szép kerete van. Van itt azért, majd azért ezüst is persze azt is látjuk, hogy úgy lézlányítunk, lehet, hogy azért le tudom harapni a fejemet majd, hát ahogy én leszűröztem, de egy platinumtól kezdve tényleg, hogy mindenféle válogatott van, de azt hiszem, hogy éppen az azért. Itt ugye ez egy csapatjáték, tehát ugye az fontosabb, hogy mennyire jól összeszokott. Nagyon jó, mert hát ezt pont ezt akartam mondani, hogy mindenféle van csapatjáték, szerintem majd mindenki áll a két csapatnál, de most teljes mértékben nem tart semmilyen különbség, semmi tesz a két csapat, az, hogy kinek. No, hát a bűvő a második meccs, egy nagy tapsot akkor, hogy rendítsük be. Tehát, hogy hajrá, 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 gyerünk át, köszönjük meg! Jelenkívül mindenképpen említés a méltó RLC csapata 1-0-ra vezet összesítésben, ami azt jelenti, hogy a BU3 keretein belül. A következő meccs, hogy a Hortvédi nem hozza el, akkor az RLC elnyertesség majd a folyamán. Ha a Hortvédi fölkapaszkodik, akkor lesz egy harmadik mindent elleni meccs. Hát volt egy te van a lecke. És hát a tét az ugye egy rengeteg Riot ponton felül, és egy Triumphant Rise skinen felül, ugye 50 000 forint pénzügyért is megy a játék, úgyhogy itt mindenképp a tét komoly. Tét komoly, ez a hibbid érkezik. Igen, igen. A másik az elektronal talán, lebuktak a fiúk, lebuktak, hogy meglepőzés már nem lesz. Ha néztünk rá, akkor az előző meccsen söreztem. Az is indulnak, ha jól látom. Hát mennyi volt, de hát lebuktak, akkor már igazán abszolút nem lesz meglepetés. De Söreszt most viszont nem viszik el. Az előző meccsen Földberg, mint emelik el elég csúnyán. Szegény Jason meglették a bozótból. Csak be akar menni, hát mi van a bokorban? Nézzük már, abszolút szétkaszálták. És mindenképpen így távoznak a játékosok és csúsznak vissza a saját erdőt védeni, a saját jugglerösöket támogatni, ugye a botlane-en ugye Fortitude és Aprox, aki mindenki próbál majd a Lazelight-en segíteni. A Jax jungle-t én nagyon ritkán látok. Nagyon ritkán látok Jax jungle-t. Ott hogy fog szuperálni, ezt csak is jött Lazelight-en tudja, mert én aztán nem. Persze, hogyha mindenképpen a lehetőséget nézve egy-két jó gang után, hogy tudjuk, hogy mindenképpen egy abszolút native karakter a Jax, egy-két killt behúzva, egy-két jó gang után lehet, hogy elég hamar masszia meg tud erősödni, de vájjal szemben, hogy mit fog tudni produkálni, én kíváncsi leszek, de hogy lehet, hogy második képvisi mit fog tartani, az lehetséges, de ez majd mindenképpen elvárni. Számomra kérdés, ez, hogy a topon látunk-e több akciót, főleg, hogy ugye megváltozott itt a karakterek egy nagy városítás, hogy vajon, ugye eddig is a RLC dominálta valamennyire a topot, hogy vajon most még erősebbé válik el. Hát, hogy még erősebbé válik el, soha nem lehet, hogy az elején.
Alapvetően ugye mondtam, hogy az előbb is ugye reaktorán volt. Ő masszívan kiérző, az tud hozni jól a szigetet, mindenki maga biztosan nem hozzá tartani minden a csapat játékához. És azt, hogy most Bolov érkezik rá, Rándő helyett, az hamarosan ki fog derülni, hogy milyen előködés fog ezt megszűrni. De a Rándő tér már igazából HP fogja el Goldra rá, az ő volt ilyen már nem közben egy való mindenki, ami helyre adom el. Ez mindig sikerül. Nem tudom, mekkora jelentőség az, hogy az előző játék azért topon mindig pont egy szinten felettem volt az ellenfelének. Hát maradsak az áll mindenki, mert a szintkülönbség is, az elején meg főleg. Tehát abszolút a level 6 level szint megütése nagyon sokat számít. A fajta az első Jackson, Jackson már az jön, mert ez a Royal Lady, aki kicsikét megkönnyebbülten, de hát mégis a tulajdonat még érdekel. Egy lesz, hogy egy jó előzószja van, ha ne találtál jönnének, közben nagyon jól lehet helyezni Zoxén, aki azért mindenki mobilizásban egy ötös, Rétor abszolút, ahol Jax is van, aki jelentkezi a flight-ot, beérkezik majd a counter-re, elkezik, ráérkezik és találkozik majd fönn topon, jelentkezik a Montreal, mert a flight-ban nagyon sok hábor veszi rajta az egyszerű, hogy Ignite nincs rá, ahol egy viszont benne az top talás, nagyon szép esre. Olyan
olyan szintű, igazából régen a Hill-vét, a Hill használtam nagyon sokáig élet. Aztán átkedtük a Taberrier-re. És most megint a Hill, mert tényleg orbitális speedet ad, kiszonyatosan meglepetésszerűen lehet, de gondolod, hogy 5 emberek van a speedet húzva, és lehet menni, mint a golyó. Tehát nagyon brutálisan tud meglepetést okozni. És alapvetően 1200 volt a különbözetés, ugye. Azt mondani, hogy szinte ugye ezt mindenki elhasználva, próbálta temetni malzat, és malzat, hogy ez már navigó, nagyon szép, két ember talán érkezik, átruválj! De ugye nem genkkel érkezik, hanem igazából csak valamilyen torrejt felni, de dájvolni akartak volna a apró szék, akkor lehet volna a boldog, hogy igazából mindenki meg volt, tehát az Exos Game van, Renekton fordul, Royalty büntet, Royalty fordul, és megjárni a Renekton, egy-egy! Szép megvan, csak megvan a csizma, megvan a Royalty csizma, szép volt a Royalty! Maximálisan, mert nem is ilyen fog csinálja. 700-ból jelentem, hogy ilyen különbség, annyira Google megint csak jó, security kinek ilyetetlen jól pakolja a sztárokat szintrával. Érkezik Jax fel, dobva a rollot, hogy van neki ultia, nincs, hogy a sztár mindenki fog fájni alapon. Az a team is, hogy kirobta, a sztár pedig kimegy, rajta még a piros, tézdájtunk hozzá alapot, és így kettő egyre megy. Túl sokat volt fel, és mindenki topra akar menni. Most hallják amúgy, tehát úgy csináld. Hát mindenki benne, most Jackson is abszolút meglepődve, az első gyenge nagyon hamar érkezett, és nagyon sokat számított, és alapvetően eddig mindenképpen pipálja a Vahé játékát jelen esetben. Ugye ez a bizonyos 800 volt, amiről beszéltünk, most van az 1500. Azért még egy kid érkezett, ugye holokokkal küzdik Jax. Az utolsó simulások, aztán megyen is mindenképpen haza, ami lehet, hogy réteg, az rétegre is szert tesz. Azt sajnos nem talál security kínálatot. Ajjaj, az aztán nagyon csúnya volt, nem láttuk. Ezt nem láttuk. Egy torrent image jön, lehet, hogy annyira már nem érzi meg, hogy brutalizál a kereket, ami lehet, már mindig azt talál, kú, nagyon szép, amitól Jinx lehet, hogy fog érkezni. Ez ugye hamarabb fog viszont jönni Morgana mellé. Ha Jinx valószínűleg, már nem is tudom, hogy jó, igazából a lény teljesen meg van tolva, de valamire kellene fel a tony alatt Jinxnek, de most erre a kóra érkezik, mert ugye Nami dobott ki, akkor mindenki jön mellett, meg a híj, szép esküvő, szegőt killert, és ilyen lány egyet abszolút irányolja, semmi probléma, mehet minden tovább. De holnap megy, nézd meg. Nem lehet, hogy rajta, én a toronyig ülözlek, de küldöd a torony alá. Azt közben a szép gól volt Abroxra két ember közé, a Bionic így jó, fordul lehet, ez ülti, az megy ki rajta az Exo, sőt ez benne a Mavicu-ba, Abrox alig van HP-ja, még jön az autó, de még ezzel jönne, még egy flash viszont ezzelnek van, fordítunk ide nagyon szépen a fordít, hozzá a Dorganát, és támogatok kérdezni, hogy a kutsőr ez, ha megy, ha bevállalja, nem vállalja be, nem vállalja be. Nem volt egyértelmű, hogy ki fogok meghalni. Ajjaj, ez ugyan egy báj, egy kapor, két kapor, és megvan a Mavi, és lehet menni. Na, Abrox, mit fog most csinálni? Ilyenkor még kevesebb egy külön kis padon, ilyenkor nem leszünk olyan szomorúan, csak picit. 11 perc, de tényleg holnap, abszolút. Még torony nem is dől? Még nem dől torony, és ha belegond, az rátapoztat föl ezzel a fönn toppon. Igen, az megoldom. Belőle toppos lesz, már látod. Nagyon tetszik a top neked. Igen, ez ürütődik, hogy ő kis zárt világ. A rendfőn is tetszik, az ignát is tetszik, hát neked toppon van az életed, abszolút. De igazából tényleg most toppon jelen pillanatban elhozta okok, hogy a rendfőn a cserébe kiébb jön, tehát rendfőn hoztat fel az öt, Herder nála van az előtt, nála van az előtt. És Olaf nagyon szépen fordított, és hiába van két halála, jelen pillanatban büntet a lényen. Abszolút rendfőn bünteti, és visszaküldi a torony alá. Meglepetés, hogy valamilyen szinten persze Olaf mindenki meg tudja, hogy counterrel ne lehet, közben lehet, hogy megfogni, hogy kell állni, a rendfőn mondani, közben kiment, a rollerbe kijön, ott az Exo-hoz, valahogy forró. Jön közben a Stan, az képességem nem találni, még a lök is az jó volt, mert érkezik Vájé is.
sétál ki bizonyos, egy kicsit már veszélyes zónából, rossz is, ami pedig elmenek góra veszi, addig még a lén meg van holva. Jelen pillanatban egy nullás fogja ki előtt, hogy a szemben. És úgy, Dragon az van, 13 percnél egy újra már van lehetőség. Hát jönnek is a játékosok. Jönnek, háló, már Májhely is kezdte, hát nem csak jönnek, mert ütik. Aztán nagyra lőtt, jönnek. Mindig is Csirkinek hívtam, de igazából ez a sárkány. Jinxult, ez kicsit korai, Jinxnék jön be, és Smite jelentően mindenképpen sokkal erősebb, bármit is csinálnak, és abszolút Zoxin türelmesen meglátja a megfelelő lehetőséget, és Sörez pedig elnök bajban leszi. Zoxin pedig van egy jó kis ultia. Stop nem talál, Sörez kapja a damage-en, Sörez lehet bajban, nem megy rá senki, ez az ulti sem jön ki. Négy-négy! Hoppá, ez a Jax jön, bűn, mit jön a damage orrá! A Dragon is. Ha már a Dragon elvitték egy bosszúból, akkor még a képúfotok, akkor azt elhozzuk. Mindenképpen, és azt hiszem a Syndra kapta meg. Jelen pillanat, hol a Svenetor ugyanúgy fatbolizat, látta azt a szint különbség, látta az a Divigyet, Orbitán, és amit valaki már ráhozta Nektorra, kihirdetlen Divigyet ki. Nem soha volt különbség, de azért jóval több az előző meccse volt, emlékszel. És még az előbb még éppen a Voltariti vezetett, és mégis a golyban jobban álltak az ellenet, és hogy ott van állt mellettük egy torony. A Dragon elhozta az Oxy, azzal mindenki korrigálták valamennyire a torony nivégybe, a torony nivégy, a torony gólt, amit annyira kaptak. Tehát a farma olyankor rá kell nézni, és látod azt, hogy Syndra 122-60 a szemben, de Syndra brutálisan lefarmolja van az ár. Abszolút. Ez mindegy köszönhető, tehát ez örömmel becsülnek. Szintra bűntet annak köszönhető. Alapvetően Mazárnak, hogy új, és jön a Stark közben, jött az ulti, és éppen nem van meg, és X-ulti! Megvan a X-ulti, nagyon szinte fejedés! Azt a mindenét! A fent a kínes X-nek jött megint csak megköszöntött. Igen, szép volt. 2000 gólda különbség. Ugye az, hogy néha beszéltek, igen, sokáig lehet elfilózni, hogy miért akkor a különbség. Ma az áll az előző meccsen, hogy nagyon szépen tartotta magát, hogy ebből a különbség, hogy szinte nagyon agresszív mi a karakter. Hogy ma az áll egy tebetű oda, egy izé, elfart magad, hogy ő az elején még lehetett ezzel érvényesülni. Szinte, hogy más elején tud mindenképpen jobban pókolni, és a sztárokkal mindenképpen lehet még építeni is. Emellett ugye Váj nagyon sokat járt még a lénet, próbáltam azzal segíteni, de mindig eredménytelen. Az remélet, hogy az kívül, hogy Jax pedig érkezik, Olafnak ulti van, így a Stunnert már nem fog kapni, teljes mértékben kívül jön 4 alap, és nincs probléma, mindenki most masszívan jól játszik a top lénet. Így van, tehát a top lénet a legerősebbek volt. Most teljes mértékben, mert ránéz a farmokra, de 97 ezrére 65 malzának, ez összemben 114 és 135, és csak Royalty vezet igazából a plányában, még Váj is hátrébb van a jungle-ben, tehát mindenképpen jelen pillanatban Olaf, aki a csapatánál, hogy jön közben, hogy az a Malzár úgy, hogy ilyen úgy, hogy végig kell azt állni, vessen közben, innen közben még rajta, még egy jó sztár, hogy mindenképpen visszafordul a szívra. Lightning az jó, fordítjúra, Jinx pedig érkezik szintén valahogy nagyon együtt, kézen fogva. Kicsit olyan pihenő van most. A Royalty is rájöttem, tényleg már kezdve nem barátkozni egymással a fentobban. Tehát mondtam is, hogy előző meccsen nagyon szépen játszik a Rektornal, most is tartja magát, de ez Olaf, ez most kőkemény. Ez egy jó váltás volt. Én nem tudom, mit ittak a szünetben, Royalty mit csinált, hány fekvő gyógyat még itt előtte, de mindenképpen azt mondja, hogy rákészül jobban erre a meccsre. Lulu ugye Morganában játszik megint csak, az előző meccs is nagyon sokat tett hozzá a meccshez. Sajnos, hogy nem úgy alakult, hogy ők tervezték volna. Ettől függetlenül a Morgana játékát mindig erősnek tartom. A Morgana érkezik majd ezrél talán. Malzahár is talán majd roboton állt, szinte brigadikusról 74-142, tehát majdnem, hogy tartja ezt a 200%-os előnyét. Jelenleg a félelmetes farmeret egyszer szintra. De most új úgy, hogy Exodus kiment a Domain Brother-ben, a Botnél is megkezdett puli, és öreszett a csatta még a Jinx ulti, a Navi ulti nem fogtanál éppen csak 3v3 megy a fight még mindig, és abszolút visszatessékelik el a Team Fortress-t, a Balaton nem jött előre, köszönöm szépen, azért igen, igen, ez így van. Szóval, hogy már 11 percben mentek mindig, mert a Tower-rel, Dizlike, ugye az
kijön, ez a zokszín ben a pályák közepén, zokszín nem túl tankos, a vályúti mindenképpen jó, navit temetik el, lehet fordulni, szinte temet el, ezért még lesz szágen, és szép, igazából egy a kettőért, Lulu még lehet baj van, Apox még lehet, meg van a közdeborban, a kettő a kettő, és Öresz még baj van, lehet, egyre még a köz, és a tudom megint, és ma az eljelentre, hogy még van megúszva, 3-2, nagyon szép játék az RLC-ből. Egyébként a dobol minden változatot. Igen, közel a kapatjon. Számít. És ugye volt az előző meccs, hogy nehéz volt itt, nem? Nehéz volt. És ugye, hogyha most lett volna a teleportja, ott ezt akartam mondani, lett volna a teleportja akár Royal Bittinek, vagy akár mondtam, hogy azt hiszem, hogy még lehet, hogy jelen. És még a Topol is egy olyan felesztek. Én azért néha múlva. Ez mindenki óriási volt előny. Hát alapvetően a teleport hiánya miatt Royal Bittin nem tudott jönni, pedig neki kellett volna jönni a csapatára segíteni. Így fent kellett. Vagyis hát később nem, mert még a Bécsmúl a tornyát is feladta a Topol. És szépen játszik Royalty, így nagyon nehéz lesz jelen pillanatban, hogy Mazár próbál fölkapaszkodni egy farmban, és ott így hihetetlenül nagy az elő jelen pillanatban. Szindrának, Jinx, aki majd fog érkezni, esetleg még a vétek után. A Dragon ugye van, a Dragon ugye egy Dragon körül már megint a hozzátalálkozó az. Így van, készülődik. De közben azt látjuk, hogy az RLC maga biztos, nagyon szép, de nem biztos. Nem, nagyon szép, hogy ilyen. Nem hiszem, de figyelmesen játszik. Abszolút, ilyen hibákra, emlész előző meccs, de honnan fordult a meccs? És hányszor fordult meg a meccs? Tehát itt még egy nagyon csúcs a hibával, ami visszajön a játék volt, és ők is mindenképpen azért küzdenek jelen pillanatban. Jó csapat, tehát ismerjük őket. Közben a Dragon ugye megvolt, kicsit olyan nyugodtan hozta el az RLC-t, nem mertek hozzászólni. Jigsaw-t nem talál Vájra, miközben ezzel és Mazza egy kicsikét elkorvászoltak, és még nem fognak jönni, kicsit később. Vájra viszont kell, nagyon szép a Syndra Star, és majdnem bele a a Navi Ulti még jön, de Mazzanál lehet baj van, olyan ugye rajta a fókusz, fordulóban nagyon szépen játszik, engage-el a support, mindenképpen Navi nagyon szépen játszik. Abszolút torony mögött tisztes távolságban védi, de bizonyos, hogy olyan ugye lehet baj van, hogy itt temetik el, elszámolta magát, 2-0-ért, mennek, vesselek, lehet kapani, mely Mazzan lehet volna, jobb vagy közben a harmadik, a negyedik kill, és meg lehet az ész, még nincs meg az ész, ezért mit mondó, Jax megvan szépen, hogy a second kill-re menni, mindig nincs meg, nagyon szép játék, ez a sör az egy tud kájtolni, hoppá, hoppá. Igen, ketten is. Nagyon szép volt. Ettől például így mint a hátra. Az ugye már a bázisba zajlik. Így van. Van így mint a hátra, meg ott minden. Ha most a vides megy, nem egy. Én csak egy. Ha kettő lenne, akkor 20 percnek baj lenne, nagy baj lenne. Hát egy kis vásárlásra lehet jönni, és ő lesz nagyon szépen játszott. Igen, az is lépéseket. Orbitális lépéseket tudod néha leosztani, és most mindenképpen a 4-2 maximálisan megjelent, a Jinx megjelent egyes a Jinx, hirtelen, de amennyi kill be tud húzni, én is mindig próbál KS-elni, a kill stílen nem ülés jövő, neki sikerült, mert kétről a Jinx ulti volt, hogy puha, ez mindenképpen kilágásra érdemes majd, előbb-utóbb nem az szép volt szerintem. Hát igen, azért itt nagyon jó játékosokkal látottuk egy ilyen cseszel. Nem tudjuk hangoztatni, hogy azért feledben jöttek ide, mind a két játékos, mind a két csapat úgy ide, hogy mi még nem kaptunk ki, és mi még nem akarunk kikapni. Tehát én játszanak most a színpontot, és mindenképpen... Az a szomorú és igazságtalan, hogy egyikünk úgy fog távolni, hogy kikapni. Hát igen, és nem hiszem, hogy 2-0-val szeretnének távozni, de mindenki boldog, hogy szeretne visszajönni. Majdnem 10.000 volt a különbségje, mínusz 2-8.000 igazából, nagyon szép volt, Pirsz, nem vagy köszönjük. Alapvetően a matakban minden nem a legerősebb. És ő mindenki van itt még, ha torony alatt tud egy jobbot fájtjon a mordot, akkor visszadőd jönni, viszont ha nem, ha bedől még egy jobb dobol, ez mindenképpen fordítő tankol, jönnek igazából itt, jönnek a minionok, Royalty fél HP-re instant, le van körzőre, a torony még mindig áll, ilyen között a Dizlight mint kapja a fókuszon, ami ulti megy, négy embere még ki, ezért ulti közben jön, 3 az 1 élet, igen a pillanatban, 2 az 1 élet pillanatban, 2 a 2 ér, Sörez hal meg, 2-3 ér, és lehet menni, Morvát hátul temetik el, 2-4 ér, és megvesz az első íz, a Voltorit lehet ki fog kapni, a Voltorit most nagy bajban van.
18-13, azért Jax most jött majd, most kapott újra életben, hogy elég hamar el lett ötemelte és börtönbe. Renekton pedig nem ment a Wolfokkal barátkozni, mindenki a Jack Dunn begyűjti azt, hogy be kell, Navi szintén a közelben van. Hát most itt hazamegy, Counter Baron lehetőség viszont van. Most ugye nézve, a robotonnak is kifele, szépen. Tehát 18-13 ideó jön, 10K ideó jön, még azért mortality meglepetés okozhat. Ugye mennek két van. Két fronton azt mindenki valakinek lefelnie kell, tehát a Soros tírre is négy győrbe kell jönni, vagy lehet, hogy csak három jött, de nagyon nehéz, de a Bayern megint szép lulótól, nagyon szép a barban a Bayern, ha ezzel a meccsel mindenki van a színe boldog, ettől függet nagyon lemaradás jelen pillanatban, soha volt különbség, a Royalty a két pedig masszívan nyert a lényét, főbb topon és nagyon szépen játszott, ma az át csúnyán kikapott, ezért pedig tartja magát egy 8-1-es X. Lassan el lehet mindenkiben. Így Royalty jönne, Jax találkozik vele. Division Bar kipuzolása mindig jó. Szekült, hogy találkozik. Ajjajjaj, a Division Morganára. Azt a mindené. Nagyon szép. És Bluri mindenki a megbarral. A barlatokban szerint Royalty. Álljál még egy Viking dobásat. Jöhet egy jó bajt, amíg nincs meg arról. Ez ezzel jól is, hogy nincs meg. Elhozza Jax White-tal a baron. Hát nem volt annyira egyszerű, nem volt annyira békés baron. És azt hiszem, hogy én mindenképpen nehéz volt, de Jax pedig menne sörekszte, sörekszte, benne aztán valami szintet is mindenképp óriási, és lehet, hogy menne a másik Nexus, aztán be fog ölni, az Nexus ne is mint a free, VIP, meg heal me, és én azt hiszem, hogy mindenki egy level címe érte az Eastes döntőket. Gratulálok neki! Köszönöm szépen! Gratulálok! 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 Hát akkor egy nagy tartott még egyszer egy őszes csapatnak, és gratulálunk! Egy nagy tartott! Mikrofon? A mikrofon ti nem hozzád? Nos, hát akkor a győztes csapatot akkor ez véget ér, azt mondjátok, és megszedtek ez, hogy hogy érzitek most magatokat, hogy esett ez a sikerélmény? Jól érezzük magunkat természetesen. Mit gondoltok, minek köszöntétek a győzelmeteket, vagy mi volt az, amit most a kulcs? Nagyon koncentráltunk, tulajdonképpen a kommunikáció volt az nálunk, ami nagyon jól, mert egyfolytában beszéltünk. Kicsit zavart is, amikor úgy újongott a tömeg így utólag, de viszonylag jó volt. Jó, és mik a terveitek akkor most, hogy így bevált ez a csapat, akkor együtt tovább? Hát, nem, szépen. Hogy összevesztek egymással most? Természetesen próbálkozom majd több versenyre is jelentkezni, illetve a Team Rankeret játszok tovább, tehát maradt tovább a csapat ugyanúgy, és minél magasabbra szeretnénk törni. Jó, hát remélem. Én is gratulálok nektek, ugye megnyertek. Köszönjük szépen. A Nordic Eastes fegyelemét, egy nagy tapsot nekik. Ismét találkozunk majd League of Legends-en, és ki tudja, lehet, hogy más játékokkal is így a Mondo Games